Isten igéje, élő és ható. Hallgass minden nap, vald meg, éld át, elmélkedj róla. Itt az idő, hogy átalakuljon az életed. Halleluja, dicsőség Istennek! Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket. A most már újjászülettél sorozatunknak a harmadik napján, Isten áldjon meg benneteket. A most már újjászülettél könyvet tanulmányozzuk, itt vagyunk a harmadik napon, és mindenkit szeretettel köszöntök, akik megtértetek, átadtátok a szíveteket az Úr Jézus Krisztusnak, és szeretnének a mai napon is bátorítani benneteket, és megáldani most az Úr Jézus nevében, hogy legyetek áldottak, hogy Istennek az élete, Istennek az öröme, Istennek a kegyelme szabaduljon fel a ti életetekben, és a régiek elmúltak, és úgy el lett minden. Köszönöm neked, atyám, köszönöm neked, atyám, hogy aki Krisztusban vannak, azok új teremtések, és leglátjuk, ami szemeinkkel így van, meglátjuk, hogy ezek vagyunk a mai napon is. Köszönöm neked, atyám, hogy felépítesz bennünket, hogy megépítesz bennünket, és megnyitod a mi szívünket, és mi is most megnyitjuk a szívünket és az elménket, hogy szólj hozzánk az Úr Jézus nevében. Amen. Kérlek, vegyetek elő a most már Újászületett könyveteket, hogyha van, valamint a füzeteteket és bibliátokat. Szeretném folytatni a harmadik fejezetünkkel. Isten élete és természete a tied. A János 1.12, kérlek nyissátok ki az igét, János evangéliuma, első fejezet 12. verse azt mondja, Valakik pedig befogadák őt. Hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, kicsit ránagyítok, hogy lássátok, azoknak, akik az ő nevében hisznek, olvassuk el még egyszer, gyertek velem, valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Dicsőség Istennek! Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az újjászületésünk hatalmat adott nekünk arra, képességet adott nekünk arra, hogy Isten gyermekeivé, Isten fiaivá váljunk. Isten természete ellet helyezve a mi szellemünkben, és egy nagyon fontos dolog, hogy új életünk van. Dicsőség Istennek! Az Isteni élet amit Jézus tett elérhetővé mindenki számára, aki hisz benne, ez az Isteni természet részeseivé váltunk. Tehát összefoglalva, azt mondja, hogy a János 1.12 itt föntebb, hogy Isten fiaivá legyünk. Egy nagyon fontos dolog, amikor megtértél, abban a pillanatban Isten fiává lettél fogadva. És ezért Isten természete és Isten élete, az ő ereje, az ő élete, ami egészséget hoz, ami erőt hoz a te életedben, az elkezd működni benned. Amen? Nagyon fontos, hogy isteni természet részesei vélettünk. Ezt meg fogjátok érteni, még sokat fogunk ezekről a témákról beszélni, de erről szeretnék nektek beszélni, milyen istenünk van. Egy fantasztikus istenünk. Azt mondja, tovább folytatja az ige, a János 1, 12- és 13-as, azt mondja a 13-as vers, akik nem vérből, sem a testnek akaratjából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Tehát Isten fiaivá lettünk, és Istentől születtünk. Jó? Fogadd el, éj ezáltal, Istentől születtél. Mondd, Istentől születtem. El tudod ezt hinni? El tudod hinni, hogy Istentől születtél? Hoppá! Hát ha el tudod hinni, az nagyon komoly. Még nekem is sokszor nehéz volt elhinnem, hogy Istentől születtem. Isteni természet részesévé lettem. Isteni DNS-ek dolgoznak bennem. Amen? Hú, ez nagyon komoly üzenet, ez annyira komoly üzenet, hogy ez nagyon nagyon-nagyon erős. Isteni természet részesévé lettél. Nekem ehhez nagyon sok idő kellett, amíg ezt megértettem, de Isten, a Istentől születtem. Ez azt jelenti, hogy amint megtértem, valami megváltozott bennem. Valami elindult bennem. Istennek a DNS-e, Istennek a génállománya, ami isteni, ami szent, ami romolhatatlan, valami elindult az én testemben, ami Csodálatos, ami életre kelt. Istennek a szelleme elkezdett dolgozni bennem, és elkezdett dolgozni benned is. És ez az Istentől való élet. Ez az Istentől való élet felszabadítja Isten áldását, életre kelti az elhalt részeket fogjuk majd venni, fogjuk majd venni, hogy mit tesz bennünk a Szent Szellem, de az Istentől való élet, Istentől születtem, Isten fia vagyok, Isten gyermeke vagyok, Isten elfogadott engem, Istennek az örökös társa vagyok, Krisztusnak az örökös társa, Istennek az örököse, mindenem megvan, amire szükségem van, nem vagyok többé árva, nem vagyok többé szegény, nem vagyok többé nyomorult, mert Istentől születtem. Aki királytól születik, az király. Igaz? Aki királytól születik, az herceg. Így van? Aki egy királytól születik, aki a mindenható Istentől születik, az az ember nem lehet nyomorult, az az ember nem lehet szegény, az az ember nem lehet árva, az az ember nem lehet az, hogy egy, egy semmi legyen belőle, mert Isten a mi atyánk, amen? Isten az én atyám, Isten az én fantasztikus atyám, aki mindennel megajándékozott engem, és ez fantasztikus, és ez hihetetlen. És hogyha erről beszélnénk most órákig, akkor se lehetne kimeríteni ezt a témát. Mert annyira csodálatos, hogy Isten az ő fiává fogadott, Isten szült bennünket, és ez fantasztikus. Dicsőség Istennek. És ebből fakad az, hogy Istennek szülői összönei vannak irántunk. Ki gondolta volna? hogy Isten szeret, ki gondolta volna, hogy Isten akarja a mi jólétünket, ki gondolta volna, hogy Isten nem ver átokkal, Isten nem ver betegséggel. Amen. Én bűnöm, én vétkem, leróvom az én vétkeimet. Egy kis betegség, úgy jó, hogyha van valami. Sokan így gondolkoznak, és lehet, hogy te is így gondolkoztál, de ez nem Isten. Ez nem Isten akarata. Istennek nem az a célja, hogy bűnös, nyomorult emberekként éljünk, hogy a szegénységet, hogy a vereséget, a pusztulást elfogadjuk. Isten nem ver betegséggel, soha nem fog betegséggel verni, mert ez nem az ő természete. Amen. Isten szeret. Isten ő egy atya, akinek szülői ösztönei vannak irántunk, és egy nagyon fontos dolog, hogy mennyi állampolgárok lettünk. Itt egy fantasztikus kép, Szeretem ezt a képet, hát hogy Isten mennyire szeret bennünket, hát ő nagyon szeret bennünket, és hiszem uh, majd egy napon ott leszünk az atyával, Jézussal, és, és mindannyian az örök életünket az atyával fogjuk eltölteni, és és fogunk majd sétálni Jézussal, és, és pálapostoltól kérdéseket fogunk feltenni, és Dávid királyt is meg fogjuk szólítani. És tudjátok, hogy mi a fantasztikus, Hogy a menyben sokak bizonság a visszajelzése által valahogy megérzi az ember, és tudja, hogy kiről van szó, aki ott van éppen a mennyben. Tehát érzi azt, hogy igen, ő pállapostól nem beszéltem még vele soha, de a szellemünk össze van kapcsolva, és valamit érzünk. Dicsőség Istennek! Na menj, egy fantasztikus hely, és már alig várom, hogy ott legyünk. És az egy fantasztikus dolog, hogy neked is abban a pillanatban, amint megtértél, örök életed van. Amen. nem? Majd fogunk beszélni a következő fejezetben arról, hogy milyen, hogy mit jelent a természet átültetés, mit végzett el bennünk az atya, de egy, egy fantasztikus dolog, hogy örök életünk van, mennyei állampolgárok lettünk, jegyünk van a mennybe, ámen, jegyed van a mennybe, akármit is követtél el ma, akármit is követtél el ezekben a napokban, lehet, hogy bűnöket követtél el, lehet, hogy elestél, elbuktál, de egy nagyon fontos dolog, hogy a természeted attól függetlenül még Istentől való. Mert ő szült bennünket, és ezt már visszafordítani nem tudjuk. Majd fogok erről beszélni. Tehát, nézzük azt, hogy Isten örök életet adott nekünk. Az egy János, János első levele, ötödik fejezetje, és tizenegyedik, tizenharmadik verse. Kérlek benneteket, hogy olvassuk fel együtt. Készen álltok? Dertek. És ez az a bizonság tétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Amen. Azért az örök élet, akiben ott van Istennek a fia, mert ez az élet csak a fiúban van meg. És tudjátok, hogy mi történt? Amikor befogadtad Jézust, úgy Jézus az életed részévé válik, és magát az életet fogadtad be. Az életet fogadtuk be. Jézus nélkül nincs élet. Jézus nélkül nem tudunk élni. És valójában azt mondja egy ilyen evangélista hirdető plakát, hogy az élet nem 40 évesen kezdődik el, hanem amikor befogadod Jézust. Onnantól kezdődik el a valódi élet. Innentől kezdődik el a valódi boldogság, dicsőség Istennek. Tehát tudjátok meg, hogy örök életetek van. Tudd meg, testvérem, hogy örök életed van. Bármin is mentél keresztül, bármi történt veled eddig az életedben, tudd meg, tudd meg, tudd meg, tudd meg, hogy örök életed van. Amen. És ezt mostantól tudnod kell. És hogyha megkérdezem tőled ma, vagy holnap, vagy egy év múlva, vagy bármennyi nap múlva, vagy egy egyperces hívőtől megkérdezem, aki épp most adta át az életét Krisztusnak, megkérdezem, örök életed van? Igen, örök életem van. Nem lehet kételj. Nem lehet kétej abban, hogy örök életed van-e, vagy sem. Tudjátok, hogy mi a helyzet? Hogy akinek örök élete van, tudja, hogy örök élete van, aki pedig bizonytalan abban, hogy vajon van-e örök élete, annak el kell fogadni a Jézus Krisztust élete megváltójának. És nagyon sok emberrel, sok száz vallásos emberrel találkoztam, vagy lehet, hogy ezrekkel is találkoztam már, akik nem voltak meggyőződve az örök életükről. Olyan emberekről beszélek, akik 50 éve hisznek Jézus Krisztusban. És megkérdeztem, van-e örök életed? Ó, hát nem tudom. Hát talán van, talán lehet. Nem elég. Nagyon kevés. Hiába valaki 50 éves hívő, meg járt templomba, meg hallgatta a prédikációkat. Itt az ige. Olvasd az igét. Tudjátok meg, hogy örök életetek van. Amen. Tudd meg, drága testvérem, hogy örök életed van. És ez az élet Istentől való. Rendben, dicsőség Istennek! Ennyit szeretem volna a mai napon átadni nektek. Folytatjuk a következő napon, és gyertek még imádkozzunk. Mond, drága Jézus, köszönöm, hogy örök életem van, és a mai napon bizonyosságom van arról, hitem van arról, kijelentésem van, és egy tudomom van arról, hogy örök életem van. A te fiad vagyok, Isten fia vagyok, Isten gyermeke vagyok, és atyám, Szeretlek téged. Te vagy az én mennyei atyám. És köszönöm, hogy szülői összöneid vannak irántam. És hogy elfogadtál engem. És szeretsz engem. A te gyermeked vagyok, a te szeretet fiad. És így fogok élni. A Jézus nevében. Ámen, Ámen. Isten áldjon meg benneteket. Találkozunk a következő napon. Sziasztok! Isten igéje, élő és ható. Hallgass minden nap, vald meg, éld át, elmélkedj róla. Itt az idő, hogy átalakuljon az életed.